A hétköznapi munkában Márta Nagy Béláné népi iparművész tekintette mesterének, aki az agyagipari szövetkezet kiváló tervezője és írókása volt. Ez a tény, valamint tavaly bekövetkezett halála indokolta, hogy ezt a kiállítást az ő emlékének szenteljük. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a szövetkezett termékein ezekben az évtizedekben a vásárhelyi kerámia legnemesebb hagyományai jutottak érvényre. Ebbe a világba Mártát is ő vezette be, akinek korai munkáit hozzá hasonlóan a helyi fazekasság motívumkincsének nagyvonalú felhasználása jellemezte. Márta a szövetkezetben eltöltött 15 év után a város kis műhelyeiben, majd az utóbbi két évtizedben Bálint Józsefné műhelyében fest, írókázza a kerámiákat. Mai stílusa alkalmazkodott a kor igényeihez, motívumai részletgazdagabbak, aprólékosabbak, de megőrizte lendületességét, jó arányi érzékét. Alkotásainak színvonalát számos elismerés, kiállítás, külföldi bemutató, a Népi Iparművész cím és több díj jelzi. Ezek felsorolása ott a tablón olvasható, én csak egyet említenék közülük, a 2003-as Karcagi Alföldi Fazekas Triennáli első díja. Míg Márta az Agyagipari Szövetkezet legkiválóbb írókás tervezőjétől tanulhatott, addig Benedek ugyanitt a legkiválóbb korongosoktól, elsősorban Imre Ernőtől, valamint Fekete Lajostól. A szövetkezetből a Majolika gyárba került, ahol szinte minden korongos megfordult. A neki osztott munka itt további fejlődésre adott lehetőséget, bár akkor ezt nem egyértelműen pozitívan értékelte. A vásárhelyi népi kerámia 19. századi mestereit az országos munkamegosztás tekintetében a szakirodalom tálasok közé sorolja. Kis Lajos így nevezte őket örökbecsű munkájában. A tálak tányérok készítése azonban egy fazekas számára nem túl bonyolult feladat. Benedek tehetsége jóval túlmutat a tálakon, és ehhez majolikás múltja is hozzájárult. Akkoriban a gyárban a korongosokat a termelékenység szempontjait figyelembe véve két csoportba osztották, kisárult és a nagyárult korongozókra. Ez 26 cm alatti és fölötti tárgyakat jelentett. A kisárult korongozása egyhangú volt, de jól lehetett vele keresni. A nagyáruk készítése viszont a kis szériák miatt változatosan, nagyobb szakmai kihívás elé állította a korongos, ugyanakkor időigényes és kevesebb anyagi haszonban vagyunk. Benedek nagyméretű kerámiákat korongozott, ami hosszú távon előnyére vált, ahogy a kiállítás számos nagy edénye is bizonyítja. A Majolika gyártán megfordult a kerámpapnál, az alföldi porcelángyárban, vagy kis műhelyekben folytatta a korongozást. A vásárhelyi kerámia forma világával nem csak munkahelyein ismerkedett meg, de tanulmányozta a műszaki anyagot a 19. századi mesterek munkáit. 2006 óta nagy sikerrel szerepel pályázatokon, kiállításokon, melyek közül legrangosabb a 2009-es Alföldi Fazekas Triennálé első díja és az ezt követő önálló kiállítása mezőt. Azt hiszem, nem szakmai elfogultság mondatja velem, de egyetértenek abban, hogy a kerámia a városunk identitásának legjellemzőbb része, amely köztudottan a 19. században gyökerezik. Jelen kiállításban